Épül, szépül Szada. Olvashattuk az elmúlt időszakban rendszeresen a Nagyközség önkormányzati havilapjában. A korábbi hónapokban valóban számos fejlesztési és javítási munka zajlott a településen. Az elkészült beruházások ünnepélyes átadását 2015. november 19-én több helyszínen tartotta a Szada Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete. Elsőként a még nyáron befejezett temetőkerítés, illetve urnafal átadására került sor a Korvin utcánál. Ennek a kerítésnek a hossza 58 méter, és 186 urnafülke van benne. Hát ami azt jelenti, hogy azért távlatokba gondolkoztunk, mert bízok abba, hogy a Jóisten ennyi embert rövid időn belül nem szólít magához, hanem hagyja még itt a földön dolgozni őket, és ez az urnafal hosszú időre kiszolgálja a Nagyközség lakosságát. Ez az építési munka, ez viszonylag, tehát a kezdéstől számítottan rövid idő alatt elkészült, befejeződött. 9,3 millió forintba került az önkormányzatnak. A tömör téglakerítést míves kerámiák díszítik. Ezek a település és az egyházak jelképeit ábrázoló elemek a szadai Kályha csempegyárban készültek Költő András tulajdonos felajánlásából. A díszítő kerámiák kiválasztásában a helyi egyházak vezetői is segítettek, akik az ünnepségen megáldották az új urnafalat, majd a jelképes szalagátvágással át is adták azt. A régóta várt urnafal terveinek elkészítésére Jánosi János főépítészt kérte fel a település önkormányzata, aki a munka megalkotásánál a funkcionalitáshoz a szimbolikát is hozzáadta. Az új korban az urnás temetés előretörésével ez egy alapvető dolog volt egyből, hogy urnafal készüljön, ami egyben egy védelmi kerítést, szempontokat is megold kívülről. És bennem nagyon erősen van építészként az, hogy az emberek panelba születnek, és aztán panelba halnak meg. Mert amit eddig láttam előképet az urnafalakról, az mind valami ilyen irányba mutatott. És nekem nagyon fontos volt, hogy ezt a dolgot valahogy megtörjük a szadai urnafalnál, és azokat a fajta temetőket, amik régen jellemezték Magyarországot és a környékünket, hogy vidám, virágos, zöld temetőink vannak, ahol gyümölcsfák vannak, és ezeket sírkő típussal is párosultak, és én ezért úgy gondoltam, hogy végignéztem a szadai református, illetve katolikus két nagy temetőnket, és abban lévő régi sírköveket állítottam a fal mellé. Amúgy ez régen szokás is volt, hogy a régi összedőlt sírköveket kitették a kerítésfalba, és templomok környékén is ez látható. Én ezt a variációt tartottam jónak, hogy egy kicsit a múltat is megidézzük, és azt a fajta érzést, hogy ez nem egy vég, hanem csak egy állomása az itt létünknek. És utána, amikor ez a koncepció, ez a gondolat kialakult, hogy egy ilyen temető kerítés urnafalat tervezzünk, akkor pedig Kós Károly szavai csengtek az én fülemben, ahol leírja, hogy a magyar, mi, ugye így fogalmaz, a mi temetőinknél vidámabb temetője, vidámabb kertje nincs a Jóistennek, és én úgy gondoltam, hogy ezt a fajta szimbolikát valahogy meg szeretném jelenteni. Új helyre költözhetett a védőnői szolgálat is. A Szabadság utca 15 szám alatt található épületet ebben az évben kapta vissza a magyar államtól térítésmentesen a település. Az egykor idősek otthonaként működő házat 3 hónap alatt alakították át. A bővítéssel körülbelül 100 négyzetméteres alapterületet alakítottak ki, részlegesen átalakították a tetőt, új cserepet raktak fel, új homlokzatot alakítottak ki, kicserélték a nyílászárókat, új WC-t és mosdót építettek, kicserélték és felújították a gépészetet. A beruházás kiemelt fontossággal bírt, hiszen a védőnői szolgálat munkája évente mintegy 400-450 családot érint Szadán. Szadán eddig a Rákóczi utca 1/A alatt működött a védőnői szolgálat, együtt a házi orvosi rendelővel. Külön helységünk volt, de csak a tanácsadó egy helységben kapott helyet. Az új épületben lényegesen javultak a munkakörülményeink. Egy babakocsi tárolón kívül még a
tanácsadó, váró, illetve egy irodahelyiség is kialakításra került, illetve a mosdó, a mozgássérült mosdónkban személyzeti mosdó került kialakításra. Nekünk alapvető problémát inkább az jelentette, hogy kettő védőnő dolgozott egy helységen belül. Az intimitást nem tudtuk annyira biztosítani az érkező kismamáknak, így azért ha az egyik kolléganő adminisztrál, akkor a másik a tanácsadóban intim körülmények között tud a kismamákkal beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ez jelentős minőségi javulást jelent. Az építész elsőre azt gondolná, hogy a gyújépületben tudja legjobban megmutatni azt, hogy ő mit szeretne. De közben azt tapasztalom a 30 év alatt, amióta tervezünk, hogy ez sokszor, ha az ember ezt átfordítja magába, ez nem egy kötöttség, hanem egy előnyt is tud bele kovácsolni, mert ad egy kiindulási alapot. Ez egy sajnos elég rossz minőségben, építészetileg, szerkezileg talán nem annyira, de építészetileg egy elég rossz minőségben megépült 70-es évekbeli, gyakorlatilag típus családi ház volt. És ezt igazából a kezdetek kezdetén az ötletben én részt vettem, de a terveket az Robogány Andrea kolléganőm készítette ennél az épületnél, és ő ezt nagyon-nagyon jól kihasználta. A védőnők az új bútorok megérkezése után már itt várják majd a szadai anyukákat és gyermekeiket. Az új épületben a jövőben szülésfelkészítő klubot és különböző specifikus klubokat szeretnének majd működtetni. Ezen kívül az épület további bővítése is elképzelhető. Ez most így alakult, hosszú-hosszú éveknek a munkája nyomán, hogy ez most védőnői szolgálat, de igazából azt lehet látni benne, hogy a községnek az intézményrendszere bővült egy nagyon jól használható épülettel, ami, mint polgármester úr is elmondta, bővíthető, további funkciók telepíthetők ide. Azért a bővülés magával hozza majd, hogy gyermekorvosi rendelőre is szükség legyen, illetve lehet, hogy még a védőnői körzeteket is bővíteni kell majd. Tehát sose tudjuk, hogy a későbbiekben a jelenleg rendelkezésre álló közcélokat, közfunkciókat ellátó épületeinket funkcionálisan is hogyan fogjuk tudni átalakítani, hogyan lesz szükséges majd átalakítani, hogy hosszú távon ez az épület még milyen egyéb feladatokat tud majd ellátni. Egy biztos, hogy ebben az állapotában, ebben a helyzetében a védőnői szolgálat ellátására tökéletesen megfelel, és ez lehetővé tette, hogy a házi orvosaink is méltó körülmények között lássák el a feladatukat. A védőnői szolgálat elköltözésével lehetőség nyílt a Rákóczi utca 1/A alatti orvosi rendelők felújítására és átalakítására is. 1975-ben épült társadalmi összefogásból ez a rendelő, azóta gyakorlatilag két tisztasági festésen kívül egyéb beruházás nem történt, úgyhogy egy eléggé rossz állagú rendelő volt már a végén. Nem beszélve arról, hogy ugye akkoriban még 2000 főt sem ért el a falu, a lakossága most meg már 4500 fölött is van talán, akkor egy praxis volt, most már kettő lett, úgyhogy kinőttük ezt a rendelőt, ami ez indokolta, hogy átalakítások legyenek így az egészségügyi intézmények terén. A kivitelezés idején a Szociális Alapellátó és Gyermekjóléti Központban működött a házi orvosi rendelés. A munkák befejeztével és a berendezkedés után azonban hamarosan visszatérhet majd a betegellátás a megszokott helyre, ezúttal azonban már kényelmesebb körülmények közé. A felújított épületben december 1-től mindkét házi orvos saját rendelőben dolgozhat majd. Egyelőre a takarékos hely jegyében egyelőre felesre sikerült, a fűtésrendszert sikerült teljesen felújítani, meg a fűtés-víz-villanyrendszert. Az épületet még nem sikerült sajnos szigetelni, és a nyilázárok cseréje is még egy kicsit csúszik, de reméljük az is hamarosan majd sorra kerül. Az orvosi rendelő átalakításával párhuzamosan szeptember első hetében a település útépítési programját folytatva megkezdték a Rákóczi utca és a postaköz átépítését is. Itt nem csak az aszfaltozásra fektettek nagy hangsúlyt, hanem a biztonságos járda és a forgalmat lelassító fekvőrendőrök kiépítésére is, mivel ez az útszakasz a nagyközség egyik legforgalmasabb pontja, és ebben az utcában található az óvoda új épülete is. A település és az utca látképét javítja az új lámpatestek felszerelése is, hiszen a villanyáram és hírközlési vezetékek itt a föld alá kerültek. Ami ennél az útnál nagyon fontos és lényeges, hogy rendkívül nehéz körülmények között lehetett építeni, tudnilik, ahol a polgármesteri hivatal és a gyógyszertár van, ez az egész domb rész, ez gyakorlatilag egy forrásvidék.
annyi forrás lehet itt a föld alatt, hogy el se tudjuk képzelni, mert minden oldalról buzogott a víz. Itt, amikor elkezdték építeni, hát ahogy egy árkotástak, térdig érő vízzel telt meg rövid idő alatt. A Rákóczi utca építésénél a rétegvizek, a közműveknek a föld alá helyezése, meg a hírközlési vezetékeknek a föld alá helyezése rengeteg problémát okozott, de szerencsére ez sikerült műszakilag, mind egyéb hatósági engedélyekkel megoldanunk. Átadták a Konczköz, Szabadság utca, Borkő utcákat is. Ezeknek az útszakaszoknak a felújítása szintén kiemelt fontosságú volt, hiszen a település olyan magasan fekvő részén találhatóak, ahol eddig esőzéskor a lezúduló csapadék gyakorlatilag elmosta az utat. Ezen a szakaszon az újonnan megépített védőnői szolgálat épületének megközelíthetősége miatt is prioritást élvezett az útépítés. Hosszú-hosszú előkészítés után sikerült a beruházást végigvinni. Ugye a végeken tulajdonképpen régóta elkezdődött már, és akkor voltak is észrevételek, lakossági észrevételek, hogy miért csak az első néhány méteres szakaszt csináljuk meg. Hát mindennek megvan az oka, mindennek megvan az ideje. Most az útprogramnak a végrehajtása során hál' Istennek elértünk odáig, hogy többek között ezt a szakaszt is meg tudtuk építeni. Az útprogram szerint tovább tudunk haladni, remélhetőleg az önkormányzaton nagyon sok múlik, ugye önkormányzat finanszírozóként ezeket a beruházásokat kell, hogy állja, és való igaz, Szadán az útépítés az mindig egy fokozott figyelmet igénylő és komoly tervezési feladatot, komoly kivitelezési tapasztalatot igénylő dolog, tekintve, hogy dombostáj vagyunk, itt a víznek a hatalmas ereje mindig megmutatkozik. Azt gondolom tényleg a tervek alapján, hogy ez jó sikerült, a vízelvezetési feladatokat is meg fogja oldani, de természetesen ugye a lakosság részéről majd jönnek az észrevételek, ha nem úgy van, én bízom benne, hogy nem lesz ilyen, és így tovább önkormányzat. A november 19-én átadott beruházások összesen több mint 207 millió forint értékben valósultak meg Szadán. Rákóczi út, Postaköz, Szabadság út, Konczköz útépítése 171,5 millió nettó összeggel szerepel, az orvosi rendelő átalakítása, felújítása 5,5 millió összeggel, a védőnői szolgálat épület felújítása, korszerűsítése 20,6 millió forinttal, a temető, urnafal és a kerítés pedig 9,5 millió forinttal került megvalósításra. Ez a beruházás mind az önkormányzat saját pénzeszközeiből valósult meg. A temető urnafal kerítést egy szilasi kivitelező, Tóth Zoltán könyvesmester készítette. Az orvosi rendelőnek az átalakítása, felújítása helyi vállalkozókkal került megépítésre, hát név szerint is mondhatom. A Rusi Kft-nél a Rusi Ferenc, a villanyszerelést pedig szintén helyi villanyszerelő végezte, Sánta Vilmos, a gépészeti munkákat pedig Bajkai János végezte. A védőnői szolgálatnak a kivitelezését az Épp Komplex Kft. Gödöllőről készítette Molnár József vezetésével. Hátra maradtak az utaknak a kivitelezését pedig Gödöllőről a Penta Kft. Végezte el. A mai nap átadása arról tett tanúbizonyságot, hogy sikerült. Sikerült egy év alatt egy olyan hatalmas mennyiségű dolgot, tehát ha most nézzük, akkor ez tulajdonképpen 4 út, amit átadtunk. Átadtunk egy orvosi rendelőt, átadtunk egy védőnői házat. Ezek a fejlesztések napirenden vannak továbbra is, tehát ezekhez kapcsolódó, meg ezekkel párhuzamos fejlesztések, tehát a jövőt illetően is van egy úttervünk, van egy települési központ kialakítási tervünk, és ugyanakkor nem feledkezünk meg azokról a területekről, amelyek hát a faluközponttól kintebb esnek. Most van egy építés alatt a Kisfaludi utca, ez is egy rendkívül nehéz útszakasz és nagyon fontos a lakosok részére. Tervezzük a Kertalja utcának az építését, tervezzük a Kertalja és a Rákóczi út összekötését, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok
pozitív irányú fejlesztésen gondolkodunk. Kell hozzá pénz, paripa és fegyver, és megnyerjük ezt a háborút is.